Fontos a kultúra életben tartása, legyen az kézművesség, előadó művészet, irodalom vagy zene. Éppen ezért a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai nem csak a január 22-ét szánták a Magyar Kultúra Napjának megünneplésére, egy egész hetet szenteltek a programoknak. Január 19-től 25-ig a Babits Mihály Kulturális Központ igen gazdag programmal készült idén a Magyar Kultúra hetére. Január 22-én sokan tudjuk és halljuk ezekben a napokban, nagyon jeles évfordulóhoz érkezett hazánk, ugyanis ezen a napon volt 200 esztendeje annak, hogy Kölcsey Ferenc költőnk a himnusz kéziratát igazából letisztázta, befejezte Szatmárcsekén, és hát később, ő már sajnos nem élhette meg, ezt hallottuk sokszor a napokban, de ez a költemény vált talán hazánk legfontosabb, leginkább ismert költeményévé, illetve nemzeti himnuszunká. Ez az emlékév párosul ebben az évben Petőfi Sándor születéséhez köthetően szintén egy 200 éves jubileumhoz. Jeles költőnk 1823. január 1-én született, úgyhogy ez az egész évad mind az országban, mind itt nálunk a városban nagyon sok érdekes hagyományőrzés kulturális eseménnyel fog gazdagodni. Ahogy említettem, ugye igen széles kínálattal vártuk és várjuk a kedves érdeklődőket ezekben a napokban, több színházi előadással, könyvbemutatóval, művészetek házában, koncertekkel, rajzkiállítással és sok-sok érdekes műsorral emlékezünk meg ezekről jeles jubileumi pillanatokról, illetve ezekről az eseményekről. És azt hiszem elmondhatjuk azt az örömteli tényt is, hogy hosszas munka után, több mint egy év kemény munkája után ezek a rendezvények hasonlóan a többi rendezvényeinkhez szinte mind teltházasak. A Covid utáni időszakban végre elérkezett az a pillanat, amikor a közönség már bátrabban mer visszaérkezni, akár gyermekelőadásról, akár komoly zenei koncert, színházi előadásról van szó. Azzal a kellemes gonddal küzdünk, hogy igazából még többen is érkeznének hozzánk. Csak egy hiányában nem mindig tudunk minden igényt kiszolgálni, de úgy gondolom, hogy a tavasz is hasonlóan gazdag lesz. Már készítjük a március-áprilisi műsorainkat, úgyhogy mindenki csak biztatni szeretnék arra, hogy figyelje a honlapunkat, figyelje a műsorainkat, mert a Petőfi és a Kölcsey emlékév, himnusz emlékévvel kapcsolatban ott is lesznek nagyon érdekes programok. Kedden délelőtt Nyári Krisztián tartott rendhagyó irodalomórát a szekszárdi diákoknak, ahol a magyar himnusz keletkezésének rögös útjáról mesélt érdekességeket a hallgatóságnak. Itt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a kisebb csatártermünkből át kellett vigyük, ezt most örömmel mondom, hogy átvittük a színházterembe, több mint 200 diák jelentkezett pusztán erre az irodalomórára, úgyhogy azt gondolom a felső tagozatos diákoknak ez egy nagyon nagy élmény lesz megtapasztalni egy ilyen kiváló szakértőtől is, hogy mit jelentett a himnusz abban a korban is, mit jelent manapság is. És délután a felnőttekre is gondoltunk, 17 órától egy szabad egyetem formájába folytatjuk a Kultúrkorty szabad egyetem sorozatunkat, és Nyári Krisztián itt a felnőtt hallgatósággal fogja megosztani a már ismert és a még nem ismert mozzanatokat a himnusz történelméről. A Kultúra hetét a Dériné ifjasszony című színházi előadással zárták január 25-én. Az intézmény igazgatója kiemelte, számos kulturális eseménnyel készülnek még a nagy érdeműnek a közeljövőben. Örömmel szeretném azt az eredményt is elmondani, hogy sikerült egy újévi koncertet is megszerveznünk, ugyan kicsit eltolva, rendhagyó módon nem január 1-én, hanem január 29-én vasárnap kerül sor a Budapest Jazz Orchestra vendégszereplésével, kiváló vendégművészekkel, Poyák Lila és Gájer Bálint vendégénekesekkel, szintén egy teltházas koncerttel köszönthetjük az új évet. Ez azért is kiemelten fontos számunkra, ezen az eseményen tudjuk megköszönni a város vezetőinek, támogatóinknak, partnereinknek a tavalyi évi sok-sok segítséget, együttműködést, abban a reményben, hogy idén is egy gazdag kulturális kínálatot elénk táró év elé nézhetünk, minden gazdasági nehézség ellenére nagyon sokat fogunk azon dolgozni, hogy a tavalyi évhez hasonló színes programok érkezzenek a városba. A következő hónapban a gyerekek együtt kalandozhatnak majd Ariellel, a felnőtteknek pedig az elfeledett némafilmek világába engednek majd betekintést Charlie Chaplinnel.